Üdvözlöm Önöket, ez itt a Cikádor magazin. Az adventre való ráhangolódás egyében tartja a Bátaszéki Integrált Óvoda szokásos évi nyugdíjas találkozóját az intézményben. Az est fénypontja az Obisok betlehemes meglepetés műsora volt. Csak tanakodott magával, hogy mit tehetne a fényével. Hiszen a társai már adtak az embereknek világosságot, meleget. Jaj, vajon ő is talál valamit? Ő is tehetne valami jót? Másfél nap még vissza volt adventig, ám a Bátaszéki Integrált Óvodába ezen a péntek estén már külsőségeiben és belsőségeiben egyaránt beköltözött a kereszténység legnagyobb ünnepére való készülődés jellemző áhítat. Így van ez már régebb óta a településen, azon a napon, amikor a gyerekek sokoldalú fejlesztésére törekvő óvoda ott bent az intézmény falain belül egy kicsit önmagát is ünnepli okkal, meghívva erre az eseményre a gyermekintézmény valamennyi dolgozóját, és természetesen a korábbi, már nyugdíjba vonuló kollégákat is. Természetesen ez alkalommal is középpontba állítva a gyerekeket, a legkisebbeket, a 3 éveseket. Egy amolyan rájuk szabott betlehemessel lepték meg a szép számú közönséget ezúttal. Valóban a kis Jézus az indulnám. Ajándékot viszünk neki, sajtot, túrót. Gyertek utána, mindjárt! Zenéssé, táncossá, koreografált kis műsorban 3 és 5 éves gyerek egyaránt szerepelt, 2 hetet igényelt a felkészülés. Itt 9 csoport van, és mind a 9 csoportból gyakorlatilag gyerekeket válogattak be a kolléganők, olyan gyerekeket, akik nagyon szeretnek szerepelni, és nagyon szívesen szerepelnek, mivel nálunk a tehetséggondozás az kiemelt tevékenység, így a tehetséggondozás keretén belül most egy kicsit nagy szavakkal mondva a drámatagozat, de hát ugye ez nem így működik óvodában, ezek a gyerekek nagyon szeretnek szerepelni. Nézzétek, hogy mosolyognak rátok! Integessetek neki, hadd lássák fényeteket, csillogásotokat, a szeretetet a szívetekben, a szeretet lángját, hogy soha ne aludjék ki. Mint megtudtuk, az intézmény vezetése élő kapcsolatot tart a régiekkel, a nyugdíjasokkal. A jelenlegi nevelő kollektíva között sem csupán 8 órás munkaidőre korlátozott szakmai kapcsolat létezik, ennél sokkal több. Nem zárul le egy napja egy óvodapedagógusnak, hogy 6,5 órát ledolgozza úgymond a csoportban, és hazamegy, nem. Ezt nem tehetjük meg, mert utána is azért még számtalan dolog van, amit végeznünk kell annak érdekében, hogy a másnap, illetve az a folyamat, amit elkezdtünk, azt kellő igényességgel végig tudjuk vinni. Nagyon-nagyon örülünk, és tényleg nagyon tehetséges gyerekeink vannak, és mi igyekszünk kiaknázni, és minden lehetőséget biztosítani számukra, hogy fejlődjenek, és megtalálják az útjukat majd a jövőben. Hogy évközben az átlagból kiemelkedő kisiskolás rajzosokkal, gyermektáncosokkal, vers és prózamondó csöpségekkel találkozhatunk, nos ehhez a maga eszközeivel a 3 óvodából lett remek körülmények között működő egy nagy óvoda is minden bizonnyal hozzájárul. Harmincöt év után újult meg a város szeretett sportcsarnoka. Ma már olyan képet mutat, ahova nyugodtan lehet nagy rendezvényt szervezni. Ráadásul az energetikailag is megfelel a kor követelményeinek. A beruházás legnagyobb értéke a küzdőtér megújulása. Újabb parkettal megújultak az öltözők, kicserélődtek a nyilázzádok, és napelem is került a tetőre. Néhány a Kalász János sportcsarnokban történt felújításból. A létesítmény folyamatos üzemben dolgozik, gyakorlatilag minden percében kihasznált, de a felújítással nem lehetett tovább várni, mert már nem volt méltó sem a város rangjához, sem az itt folyó sport teljesítményhez.
A 35 év az azért már látszott a sportcsarnokon, független attól, hogy korábban néhány alkalommal már kisebb-nagyobb beruházásokban próbáltuk az állagát javítani, és most jött el az idő, amikor már a küzdőtért, elsősorban a küzdőtér felújítása nem tűretett halasztást. És a város több éve próbálkozott a belügyminisztériumnál a létesítmény felújítására a pályázat benyújtásával, és 2017-ben 20 millió forint támogatásban részesültünk erre a feladatra. A város végig gondolta, hogy igazán ezzel a létesítménnyel kapcsolatban milyen felújítási elképzelései lettek volna az elkövetkező időszakban, és végül is úgy döntött, hogy a nagyját, ami összességében mintegy 61 millió forintot tesz ki, ebben az esztendőben meg is kívánjuk valósítani. Ez azt lehet mondani, hogy meg is történt, a kisebb javítási munkák vannak már csak hátra, de ebből a 61 millió forintból megépült és átépült a küzdőtér, teljes egészében új rétegre, lakkozással, festéssel. Ez nagyon nagy vívmánya úgy gondolom a felújításnak. Fontos ez azért is, mert az elmúlt években virágzásnak indult a kosárlabdasport. Ma már minden korosztályban van csapata a bátaszéki kosarasoknak. A kosarasok részéről mondhatom azt, hogy mi a négy korosztályban heti két alkalommal edzünk itt, tehát azért mondhatom, hogy a héten sok időt töltünk itt, vagy vannak foglalkozások. Az egészségmegőrzés miatt, a sérülések elkerülése érdekében, és hát az, hogy egy szép környezetben dolgozhatunk, edzhetünk, tehát nyilván így egy nagyon jó dolog, és egy nagyon fontos az új parketta. Nagyon jó érzés az is, hogy nyilván a hazai meccseket itt játszunk le, és azért a vendégcsapatokat is úgy tudjuk fogadni, hogy egy szebb környezetben, jó körülmények között. Nyilván a parketta is számít ebbe, az öltözők, a mosdók felújítása, és hát nekünk nagyon fontos az, hogy új kosárlabda palánkokat kapott itt azért ez a terem. A régiek már nehezen mozgathatóak voltak, nekünk betolhatós palánkokkal kellett dolgozni. Sok időt vettek igénybe, amire ezeket betologattuk, és hát nyilván most sokkal jobb, hogy azért egy gomnyomással elintézzük ezt a palánk kérdést. Természetesen nem csak a kosarasok birtokolják a csarnokot, hiszen itt edzenek az atléták, a pingpongosok és a jelenleg nemzetközi mértékkel is kiemelkedő teljesítmény nyújtó karatésok is. A város elképzelései szerint továbbra is jelentős támogatásokat szán a sportolás körülményeinek javítására. Bátaszék város önkormányzata mindig is kiemelten kezelte a sportot és a sportélet feltételrendszerének biztosítását, hiszen tanúszodától kezdve a sportcsarnok felújítása, lent a városi sporttelep felújítása évek óta folyamatában zajlik. Ezen nem nagyon szeretnénk változtatni, mert úgy gondoljuk, hogy a sport feltétlen fontos a bátaszékiek életében, és lehetőségeinkhez mérten, erőnkhöz mérten mindig szeretnénk a megfelelő fejlesztéseket, felújításokat elvégezni, ezeket a létesítményeket, amelyek hát azt lehet mondani, hogy fontosak a város életében is, némelyik talán egyedülálló is, ezeket szeretnénk ezen a szinten tartani működés és a működtetés szempontjában. A legnagyobb probléma pont a kihasználtságból adódó, hogy ez a terem ekkora igénybevételre már kicsi. Ezért mi el is készítettünk egy tanulmánytervet, hogy a csarnok nyugati oldalán, az önkormányzat tulajdonában lévő területen hogyan lehetne bővíteni ezt a csarnokot olyan sportolási célra, ami nem labdajáték, minden egyéb feladatokra. Hát tervező költségvetési számait megismerve úgy látjuk, hogy ez sajnos önkormányzati beruházásként nem lehet kezelni, csak pályázati forrásból valósulhat majd meg esetlegesen a csarnok funkciójának bővítése. A bátaszékiek eddig is szerették a csarnokot. Pomsár Szilvia azt mondja, mindent megtesznek majd annak érdekében, hogy hosszú ideig megmaradjon jelenlegi formájában, és újabb évtizedekig adjon majd helyt bátaszék sport és közösségi életének.
Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Az építőipari termékek mellett már olyan termékeket is kínálunk, amellyel még szebbé varázsolhatja otthonát. Nálunk megtalálja a faliórát, konyhafelszereléseket és a háztartáshoz szükséges termékeket A-tól Z-ig. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, akkor azt azonnal megrendeljük, és napokon belül a rendelkezésére is bocsátjuk. Továbbra is kínáljuk a komplett hőszigetelő rendszereket nemes vakolattal, 100 négyzetméter felett egyedi árral, hogy önnel együtt otthon se fázzon. Ha a karácsonyi ajándékot keres, akkor azt nálunk biztosan megtalálja. Szakértő kollégáink segítenek abban, hogy a lehető legszebb ajándékkal sikerüljön szeretteit meglepni. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Gyermeki kacaj töltötte be a bátaszéki művelődési házat. A Hahota Gyermekszínháza Brémai Muzsikusok című interaktív előadása hatalmas sikert aratott. Gyermeki kacaj töltötte be a bátaszéki művelődési ház falait, ahogy reggi zenére iázott a csacsi. Jól ismert figura, a Brémai Muzsikusok alapító tagja ő. A gyerekek lélegzett visszafojtva hallgatták, ahogy az otthonról kiebrudalt szamár elmesélte viszontagságos történetét, és ahogy megérkezett csaholva sóstársa is. A Brémai Muzsikusok című Grimm mese egészen sajátos, interaktív, humoros feldolgozása hatalmas sikert aratott bátaszéken. A csacsi és a kutya után ugyanis megérkezett a következő szereplő is, akit kora miatt tettek kutcára. Szegény macskája. A Hahota Gyermekszínház valójában egy utazó színház. Az egész országot bejárva szórakoztatják az óvodásokat és a kisiskolásokat. A gyerekeket olyan világba kalauzolják el, ahol akár cselekvő részesei lehetnek a történetnek, így például hangosan kiabálva adhatnak instrukciót a szereplőknek, honnan hallják a kakas kukorékolását. Volt, aki nem először látta ezt az előadást. Arra, hogy ez gazdája a szamárt, le akarta ütni, meg elmenekült tőle. Igen, és összefogott másokkal? Igen. Kikkel? Kutyával, cicával, meg egy kakassal. És utána valami kalandokba bonyolódtak? Mi történt velük? Elmentek Prémába. Prémai muzsikusoknak mentek el. Így van, ez volt a legelső szándékunk is, amikor kitaláltuk ezt a nevet, hogy együtt haotázzunk. A rablók, a gonoszok, ők bábok, őket le fogjuk bábozni. Végülis ez nem tudom, hogy mondható-e változtatásnak. A Medinán az óvónőknek nagyon tetszett Ricardo, mi csak így hívjuk a mi bábunkat, és őt Besenyő Pista bácsihoz hasonlították, és ez nekik nagyon tetszett. Olyan darabokat próbálunk választani, amit ismernek az emberek, mert úgy azt tapasztaltuk korábban is, hogy erre jönnek a nézők. És ezért esett erre a választásunk. Meg, hogy állatok játsszák, akkor azokat fölruházzuk olyan tulajdonságokkal, amik nekünk is tetszenek, és így akkor így megszületik valami jó dolog. Tanulságos történet, ez nem szerepelt a kritériumok között? Hogy tanulságos legyen a történet? Talán inkább csak az, hogy érezzük jól magunkat, hadd énekeljünk. A Brémai Muzsikusok, akkor ők zenélnek, és akkor ez egy zenés darab lesz. Igazándiból ezek a eszmék vezéreltek minket idáig, de úgy látszik bevált. Alapjában, mivel kisiskolásoknak, óvodásoknak készülnek az előadások, tehát ők mindig kísérik a felnőttek, meg hát már lassan mi is szülőkké váltunk, meg felnőttek vagyunk, úgyhogy magunkat is, és így együtt a szülőket is szórakoztatjuk, és ez egyre nagyobb teret hódít. Nem mondanám, hogy most csak az interaktivitásra szabad a hangsúlyt fektetni, hanem ez csak egy eszköz. Tehát itt szerintem lehet másmivel is. Tehát az ember felkészült, jól átgondolt produkcióval jön, amit követnek a nézők szemükkel, fülükkel, szívükkel, lelkükkel, akkor jól fognak szórakozni, és szerintem ennyi már alapjában elég is lehet. Az biztos, hogy az előadással célba találtak.
A gyerekek nyelvezete humora köszönt abban vissza. Akkor volt a legnagyobb kiabálás, illetve nevetés a bátaszéki művelődési házban, amikor a halottnak hitt csacsi megjelent, de a társai nem vették őt észre. A Hahota Gyermekszínház ezzel a közel egy órás interaktív előadásmóddal gazdagítani kívánták a fiatalok élménytárát. Az biztos, hogy Bátaszéken elnyerte a közönség tetszését a Prémai Muzsikusok című előadás. 11 vereség, egy döntetlen és 5 győzelem a várakozás alatt szereplő, önmaguknak és a szurkolóknak nagy csalódást okozó bátaszéki focisták őszi mérleke. A 8. helyen várja a tavaszi folytatást, a Temérdek szakmai és morális problémával küzdő, ráadásul sérülések miatt tovább gyengülő csapat a megyei első osztályban. Brecska László vezető edző azt mondja, nem akar elsőként távozni a süllyedő hajóról. A lehető leggyorsabban elnyelte az öltöző a bátaszéki focistákat a zárófordulóban. A bonyhádi 10-0-ás vereség után az idény záró odahaza is meglehetősen lidércnyomásosra sikeredett. A Dombóvár ellen persze 60 percig tartással rendelkező csapat benyomását keltette a bátaszék, gólokat is lőttek a fehérkékben játszó hazaiak, de az utolsó fél óra a csapatra ősszel sokszor jellemző összeomlás jegyében telt el. Így 3-3 helyett 4-2, 5-2, 6-2, 7-3, majd 8-3 lett a vége, de könnyen lehetett volna a 10 is, ez inkább a dombóváriakon múlott. Az Ill csapat Dombóvár gólokkal büntette ugyanis az erőlétével feltűnően elkészülő, azt felemésztő bátaszékieket. Súlyos a helyzet. Morálisan és szakmailag is. Innét nem lesz könnyű tavasszal felállni, még úgy sem, hogy lesz az időközben lelépő Krézli Tamás helyett, nem ifi, hanem egy igazi kapus, lesz az égbe kiáltóan fontos belső védő posztra egy új játékos, és visszatér a támadó sorban a tehetséges Lerch Marcel is. Az látszik az arcodon, hogy nagyon kínos két gólos vereséget szenvedni, és álmatlan éjszakáid vannak. Hát nem hiszem, hogy most sokan cserélnek velem. Én személy szerint is értetetlenül állok a dolgok előtt. Még azt is mondhatom, hogy jó magam is szégyellem ezért a történetekért, de én azt gondolom, hogy benne az öltözőben is most remélem, hogy nagyon sokan így vannak vele, hogy szégyellik magukat. Fél tucatszor úgy kapott ki a bátaszék, hogy nem néhány, hanem 5-6-8, sőt 10 gólos megsemmisítő vereséget is szenvedett. A 11 csapatos megyei első osztályban pillanatnyilag 8-ak, 5 győzelem, 1 döntetlennel és 11 vereséggel. Csak 3 ponttal előzi meg a bátaszék a már kieső 10. Kakasdot. Az őszi veszőfutásnak már voltak árulkodó előjelei szeptemberben is. Ez egy ilyen hosszabb történet, tehát ez egy 3-4 hónap ezelőtt induló sérülés hullámnak a következményes végeredménye. Tehát az a 12-3 játékos játszik hétről hétre, és próbál a munka mellett olyan edzést végezni, amit tudnak fizikálisan. Kevesen vagyunk. Ez objektívok, ám akik vannak és húzó emberek, ők sem voltak már azok az őszi szezonban, mint régen. Krízli kapus egyszerűen eltűnt, hol volt, hol nem. A fontos poszton nagy gondok adódtak. A védelem közepe, a széle is fokozatosan szétesett. Botos Tamás, Gábor Gergő és Faller Tamás nem tudta már úgy vinni a csapatot előre, mint korábban, levenni a terheket a többiek válláról. Az ő teljesítményük is önmagukhoz képest visszaesett. Az edzés látogatottságban történő látványos visszaesés ok-okozati összefüggésben van az ősszel történtekkel. Aki nem tud járni edzésre, és ez most mindenkinek legyen a saját egyéni története, hogy miért nem jön edzésre. Ezeket én soha nem fizetem, én mindig elfogadom, hiszek.
Lehet, hogy egy kicsit naív vagyok, de hiszek nekik, az visszaköszön. Tehát ha nincsen hétközben csak firkálás, akkor hétvégén abból nem lesz szép rajz. Ahhoz már elég régóta edzősködöm, hogy lássam a dolgoknak a várható végeredményét előre. Tehát hogyha valaki még egyszer mondom, nem tud járni edzésre, vagy nem akar járni edzésre, teljesen mindegy, hogy honnan közelítjük a dolgot, akkor annak a vége az lesz, hogy hétvégén nem fog tudni teljesíteni. És ez nekünk látszik. Azok a játékosok, akik úgymond mégiscsak járogatnak, az a 4-5-6, aki rendszerességgel itt van, az pedig elfáradt, mert azért valljuk be őszintén 6-7 emberre nem lehet egy bajnokságba neki menni. Ráadásul sérülések a legjobb játékosainkat kivették, ami húzó emberek. Mivel feltehetően pénz is jár a fociért, nem csak természetbeni juttatás, így lehet eszköz ez Brecska László edző kezében a motiváció felélesztésére. Aki egyébként nem mond le, mert bízik a tavaszi feltámadásban. De világos, ha a Bátaszék középmezőnyhöz föl akar zárkózni, minden poszttal legalább egy-egy játékossal, vagyis hárommal, ismerve az erőviszonyokat, erősítenie kell, amellett, hogy igazol egy megbízható kapust is. Személy szerint az itteni vezetés támogatását úgy érzem, hogy élvezem, és ezért nem is adom föl. Ez a játékosokat is úgy tudom. Én azt gondolom, hogy a játékosokkal személy szerint így nincsen bajom, csak a futballt nem csak aranyos emberekkel kell játszani. Ebben a véleményben némi önkritikát is gyakorolt a Mohácsról érkező egykori kitűnő bátaszéki focista, már ami a játékosokhoz, egyes játékosokhoz való hozzáállását illeti a közeljövőben. Ennyi volt mára a Cikkádor magazin, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk Bátaszék friss híreivel, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!